Az Egyesületet 2019-ben alapították, de több mint 30 éves múltra tekint vissza a kötélugrósport Tombóváron. Most van 8 éve, hogy ugról kötelezek, és kétszer vettem részt eddig Európa-bajnokságon, és idén, hála Istennek, Magyarországon került megrendezésre, ezért én is válogatóztam, és kijutottam. Kaposváron tanulok, ami Dombovártól 30 kilométerre van, ezért csak egy versenyszámot vállaltam el, mert a sok edzésre nem mindig értem haza normális időben. Egy úgynevezett DDC versenyszámom volt, és 6. lettünk a csapattársaimmal. A sportolók elmondták, hogy általában minden nap edzettek a megméretetés előtti felkészülési időszakban, ez napi kétszeri alkalom volt. Számomra egy csoda volt, főleg, hogy ott volt a családom, és hát egy nagy élmény volt, hogy nekem szurkoltak, hogy kiabálták, hogy hajrá Magyarország, és én képviseltem az országot ott a pályán egyedül éppen. Szóval nekem ez leírhatatlan örök élmény marad. A 14 éves Szabó Emília, Dombóvári József Attila általános iskola növendéke szintén versenyzett a kontinens viadalon. Vannak a gyorsasági versenyszámok, itt időre kell csinálni, váltott lábbal vagy páros lábbal kell ugrálni, úgyhogy vagy duplán hajtod át a kötelet, esetleg még triplán is. Vannak ebből csapatversenyszámok, egyéni versenyszámok, dupla köteles versenyszámok, ahol kettő hosszú kötélben kell ugrálni, vannak gyakorlatok, ahol ott is szintén van kettő hosszú kötél, van egyéni ott is, ahol saját köteletbe kell ugrálni, és ott is van csapatba is, ahol egyéni kötélben kell ugrálni. A klubnak jelenleg 29 tagja van. 9-en vettek részt a kötélugró Európa-bajnokságon, a többiek az utánpótlást erősítik. Összesen 16 versenyszámban voltunk jelen, számos érmet hoztunk el, ha jól számoltam, akkor 15 darab érem landolt ugye nálunk, illetve ezen felül több 6. helyezett, illetve ugye 4. és 5. és 6. helyezett versenyszámaink is voltak, valamint ugye a nagyon kemény Európa-bajnoksági mezőnyben, a középmezőnyben ilyen 14. helyezéseket is, és annál kicsit jobbakat is értünk el. A Jumper Zombovári Kötélugró Egyesület elégedett az eddigi elért eredményekkel.